Sziasztok, Svet Zsolt vagyok, a tech2.hu t nézitek. majd nap pedig a manfrotto a Clip Plus iPhone 5-höz, illetve 5 eshez készített fotóstokját fogom nektek bemutatni. A Luminis Kft. a Manfrotto Magyarországi forgalmazója jó volt A termékhez három darab lencsét fogunk kapni, egy halszemet, egy portrét, illetve egy tájképet. Ezen kívül, hogyha más csomagban vásároljuk meg az eszközt, akkor rögzíteni tudunk még hozzá ledvilágítást, illetve állvány adaptert is. Nézzük meg akkor, mit találunk a terméknek a dobozában. Amit még érdemes itt mindenképp megjegyezni, hogy mi a fekete színű modellt fogjuk bemutatni, azonban ezen kívül még három különböző színben is elérhető a termék. Kezdjük akkor a kiegészítők bemutatásával. Látható, hogy kapunk itt egy kis tasakot, amiben könnyedén fogjuk tudni hordozni az adott lencséket. Látható, hogy található itt egy Manfrotto logó rajta, illetve össze is tudjuk ezt szépen húzni. Van nekünk még itt egy karpántunk, amit szintén az itt látható hurok segítségével rögzíteni tudunk majd a tokra, így biztonságban tudhatjuk benne a telefonunkat. Megyünk tovább, láthatjuk, hogy kapunk dobozba egy nagyon rövid leírást, ahol képekkel illusztrálva röviden bemutatják nekünk, hogy hogyan tudjuk üzembe helyezni ezt az eszközt. Találunk még kiegészítőnek egy leállítható lábot, aminek a segítségével több különböző összögben leszünk képesek letámasztani a tokunkat. Ha megfigyelünk, egy lencsét, akkor látható, hogy mind a két oldalról egy lencsefedővel találkozunk, hogy védje nekünk az optikát menet közben. Látható, hogy ha ezt leszedjük, akkor apró betűvel az oldalán el tudjuk olvasni, hogy éppen melyik lencséről van szó. Ha leszedjük a másik oldalról is ezt a lencsefedőt, akkor láthatjuk, hogy egy menetet találunk, amivel tudjuk majd rögzíteni a tokra. Nézzük akkor meg magát a tokot, ami igazából hivatalosan nem is egy tok lesz, inkább egy bumper, mivel hogy nem fogja nekünk fedni a telefonunknak a hátulját. Maga a tok az kétfajta műanyag felhasználásával készült. Látható, hogy középen van nekünk egy fényesebb műanyag, amit körben végig egy mattabb fog nekünk szegélyezni. Ha megnézzük körben tokot, látható, hogy alul kivágva maradtak a csatlakozóknak, hangszórónak a hely, mellette találunk két kis pici kivágott pöttyöt a sarokban, ide fogjuk tudni csatlakoztatni a csuklópántot, van nekünk itt a halványan egy manfrotto logónk. A tok egyes helyeken a keret le van keskenyítve, amint az itt látható. Az ilyen helyekre fogjuk tudni ö, csatlakoztatni a áványadaptert, illetve a letámasztható lábad, amit egyszerűen például vagy ide, vagy itt látható, hogy itt a sarokba is meg tudjuk fogni, felpattintjuk, utána felhúzzuk, és ez látható módon le tudjuk benne állítani. Haladjunk tovább. Látható, hogy még itt vannak ilyen kisebb bemélyeztések is a tokon, például itt, de található egy felül is, illetve ezen az oldalon is. Ezekhez tudjuk majd csatlakoztatni a LED világítást, ezek ezt a célt szolgálják. Látható ezen az oldalt, hogy kivágva maradt a némító gomnak is a hely, illetve elérhetőek a szabályzók, mint azt korábban láthattuk a teljes hátulja, ki van vágva a terméknek, felül természetesen a kamerának, illetve találunk még itt egy kis piros Manfrotto logót is. Csatlakoztassunk akkor most egy lencsét ehhez a termékhez, amit pedig egyszerűen becsavarva meg is tudunk tenni. Sajnos iPhone 5 hiányában nem fogom tudni nektek bemutatni a terméknek a működését, azonban remélem ettől függetlenül kaptatok egy átfogó képet arról, hogy milyen sok oldalon lehet használni ezt az eszközt. Ez lett volna tehát a Manfrotto-nak a Clip Plus iPhone 5-höz, illetve 5-eshez készített tokja, a Luminis Kft. jó aki a magyarországi forgalmazója a Manfrotto-nak. Én Svet Zsolt voltam, a Tech2.hu-t néztétek, sziasztok!